lenne, ha holnap arra ébrednénk, hogy hatalmas, 15 mérföld széles űrhajók borítják el az eget a Föld 30 legnagyobb városa felett. Arról szól, hogy a Földön kívüliek megtámadják a Földet. Becsléseink szerint az objektum átmérője több mint 550 kilométer. A tömege durván egynegyede a Hold tömegének. Mi a minkű lehet? Meteor? Nem, uram. Az ki van zárva, uram. És miért? Mert lassul, uram. Mit csinál? Van valami odakint az űrben, ami elpusztíthatja a Földet. Az objektumról közel 300 mozgóegység vált. 25 percen belül belépnek a Föld légkörébe. 15 mérföld széles űrhajókat lő ki, amelyek a Föld legnagyobb városai fölé repülnek. Kérjük, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, és ami nagyon fontos, kerüljék a pánikot. Én David Levinson-t alakítom. Úristen! Én játszom azt az embert, aki rájön, hogy mikor támadnak. Oda repülnek a legnagyobb városok fölé. A rádiójellel koordinálják a hadmozdulatot, és durván 6 óra múlva a jel megszűnik, és a visszaszállásnak vége. És akkor mi lesz? Sakmat. Én Thomas J. Whitmore elnököt játszom, aki az események során valódi vezetővé él. Váratlan történelmi jelentőségű eseményre került ma sor. Végre bebizonyosodott, hogy az ember nincs egyedül a világegyetemben. És mi lesz, ha az idegenek tényleg támadnak? Ne hagyja az ég. Lejárt az idő. Elpusztítják a fontosabb városokat, és az egész Földet megsemmisüléssel fenyegetik. Több mint 6000 részletben vettük fel a körülbelül 400 vizuális effektet. Voltak makettek, pirotechnika, két mozgás koordináló részleg, és sokszor több makettépítő csapat is besegített. Rengeteg kaszkadőr jelenetet is forgattunk, hatalmas robbantásokat, meg baleseteket. New Yorkban egyetlen nap alatt 23 kocsi történt össze. Felhasználtuk a legmodernebb technikát, komputergrafikát, digitális animációt, de használtunk drótonfüggő kis modelleket is fotóháttér előtt, és minden egyebet a két véglet között. Nagyszerű külső helyszíneken forgattunk, például a Bonneville síkságon, ahol fantasztikus látványt nyújt a sivatagot átszelő 170 lakókocsi. Két nagy díszletet pedig itt, a Hughes repülőtéren építettük. Hát nem gyönyörű a kicsik. Azt akartuk, hogy a Földön kívüliek megjelenése hatásos legyen. Roland Emmerich, a rendező, ritka madár Hollywoodban. Kifogyhatatlan az energiája, és imád filmeket csinálni. Kinyitná ezt az ablakot? Szeretném, ha a film nagyon szórakoztató és izgalmas lenne. Kell, hogy legyen egy pillanat, amikor... Roland mindent tud a filmről, mindent tud a témáról, mindent tud a speciális effektusokról, nagyon érti a dolgát, és mindezt hihetetlenül könnyedén csinálja. Ennyi! Ha az ember ilyen látványos filmet csinál, a végsőkig ki kell használni a technika adta lehetőségeket. Ugyanakkor ki kell találni egy-két olyan újdonságot is, amit a néző még sosem látott. Az UFO-k megjelennek Los Angeles és a többi nagyváros fölött. Az UFO-k hőt sugároznak, és ezek a hősugarak középről terjednek a város szélei felé. Az utcákon hatalmas lángoszlopok közelednek felénk. Huge wall of flame coming towards us.
Azt akartuk, hogy az utcákon a lángok a kamera irányába terjedjenek. De a tűz felfelé szeret menni, különösen ilyen kis méretekben. Ezért az utcák makettjeit függőlegesen kellett megépítenünk, és így gyakorlatilag kéményként funkcionáltak. Emberek menekülnek a lángoszlop elől. A detonáció felkapja az autókat, és előre repíti őket. Figyelem! Felvétellen! Indult a füstös a szél! Kamera indít! Figyelem! Ennyi! Ma robbantjuk fel a fehér házat. Ez a makett körülbelül 50 ezer dollárba kerül, és csak egyszer robbanthatunk fel. Rengeteg összetevője van egy ilyen makett elkészítésének és sikeres felrobbantásának. Tudni kell, hogy miből készül, jelen esetben gipszből. Tudni kell a kicsinyítés mértékét, hogy mennyi robbanóanyagra van szükség, mennyi benzinre, meg hogy milyen sebességgel veszi a kamera. Az a lényeg, hogy a filmen minél többet lássunk, ezért lassítva vesszük fel. Hiába a 12-szeres lassítás, ha például dinamitot használnék, körülbelül 2 kockányi lenne összesen a robbanás, és kész. Ezért lépcsőzetesen robbantjuk fel a makettet, és így az összes szilánkot és törmeléket is lehet majd látni. Minden a kamerák elé fog zuhanni, vagy közvetlen a közelükbe. Ezért távirányítással működnek majd, és a stáb fedezékbe van. Induljanak a kamerák! Kamera indít! Barog! Barog! Napja az HBO műsorán.